Sziasztok, Dömény István vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Mai témánk adósságból bőségbe erők tanával, és mint látjátok, hárman is ülünk itt azért, mert két tanítványomat megkértem arra, hogy beszéljenek a sikereiről, hiszen Tamásnak sikerült azt elérnie, hogy 10 évvel ezelőtt beiratkozott a spirituális erőtanak képzésre, és az akkori adósságokból, a cégének az adósságaiból, Gáborral közösen sikerült napi gyakorlással és a teremtőerők folyamatos növelésével egy nagyon is virágzó céget felépíteni, hogy immár bőségben tudnak élni. Folyamatosan dolgoztak azon, hogy nőjön a teremtő erejük, és kitakarítsák magukból azokat a korlátozó hitrendszereket, negatív jellemvonásokat, ami kiváltotta azt a bizonyos nehéz élethelyzetet, hogy bizony adósságaik voltak. Ők sokat tettek ezért, és ahogy múltak a napok, hetek, hónapok, folyamatosan emelkedtek, de Tamás el fogja mondani a részleteket, hogy hogyan is jutottak el, hogyan telt ez a 10 év, és hát képzeljétek el, hogy olyan szintre sikerült emelkedniük, hogy most már a dolgozók is ide járnak és végzik ezt a bizonyos képzést, hogy egy közös nyelvet tudjanak beszélni, és együtt ezekkel az erőkkel tudják emelni ezt a céget. Ezt az utat, amit Tamás és Gábor bejár, ezt te is bejárhatod, hogyha van egy vállalkozásod, vagy szeretnél indítani egy vállalkozást, akkor bizony van lehetőséged arra, hogy végigjárd ezt a siker útját, és te is elérd. Most szeptember 16-án indul a spirituális erőktanak képzés. Már sokan jelentkeztek, de van még szabad hely. Maximum 50 fő tud részt venni ezen a képzésen. 25 ezer forintba kerül egy fokozat, 10 fokozatból áll. Ez egy 2 éves képzés, ahol folyamatosan növeled az erődet, és egyre inkább bőségben tudsz élni. Ezek az árak még ideiek, tehát jövőre már kicsit emelkedni fognak, ez 38.100 forintba kerül ez a képzés egy fokozat, de most még 25.000 ér, és hogyha egyben kifizeted a 10 fokozatot, akkor 200.000 forintért el tudod végezni. Ez a befektetés nagyon megéri, hiszen ennek a sokszorosát tudod majd visszahozni. Én át is adnám Tamásnak a szót már is. Üdvözlök mindenkit! 10 évvel ezelőtt kezdtem el, vagy találtam meg ezt a képzést. Eléggé kétségbeesett helyzetben voltunk a társammal. Tehát teli voltunk adóssággal, nagyon mély ponton voltunk érzelmi szinten, de nem adtuk fel, és elkezdtük ezt a képzést. Nagyon sokat gyakoroltunk, mivel megfogadtuk a tanácsot, hogy minimum 1 óra hosszát, mi túlőttünk, mert 4-6 óra hosszát gyakoroltunk naponta, de egy kicsit amúgy a munkának a kárára is ment, de meghozta az idő a gyümölcsét. Elkezdett változni ez a dolog, és egy pár év alatt azt a sok milliós adósságot azt ki tudtok fizetni. Mostanra odáig eljutottunk, hogy gyakorlatilag egy elég komoly vállalat áll a hátunk mögött, 22 fővel dolgozunk, és most a nagy vágyunk is, amit egy pár évvel ezelőtt tűztünk ki magunk elé, hogy a kollégák is elkezdjenek evel foglalkozni, elkezdik saját magukat képezni, ezáltal sokkal jobb minőségű szolgáltatást tudunk nyújtani, és az ő életük is sokkal jobbá teszik maguknak. De közben nagyon sok mindenre mentünk át, nagy lépésekbe annyit tudok fölhozni, vagy elmesélni nektek. Tehát a fő buktatónk nekünk ott volt, hogy elkezdtük tanulni az elemekkel való munkálatokat, a különböző erőknek a működtetését, csak kevesebb időt és hangsúlyt fektettünk a saját magunknak a rendbe tételére, és az utolsó 2 évben jöttünk rá, hogy ezt egy kicsit úgy fölletesebben kezeltük. Azt is most meg elkezdtük helyre rakni, és az utolsó 2 évben ugrott hatalmasat. Tehát én azt mondom, hogy legelőször ezzel kell mindenkinek foglalkozni, mert utána hozzá fog változni a környezet, vagy megadja azt a változást, amit ő szeretne, hogy elérjen. Tehát az övébe húlik, úgymond az a dolog, amire ő vágyik, vagy amit szeretne elérni. Szuper, köszönjük szépen! Hogyha szeretnél csatlakozni a csapathoz szeptember 16-án, akkor küldjél nekem egy e-mailt az istvan.domenykukac@gmail.com-ra, írd oda a nevedet, címedet, telefonszámodat, és válaszba el fogom küldeni még a további adatokat, ami szükséges. Ezt a képzést egyébként személyesen és online is el tudod végezni. Személyesen itt vagyunk Jászalsó Szentgyörgyön a Spirituális Tanok Központban, egy nagyon különleges környezetben, és online pedig Skype-on.
tudsz csatlakozni és el tudod végezni, sokan online is végzik, ugyanúgy teljes értékű a képzés online is, de azért örülünk, hogyha személyesen meglátogatsz minket. Most pedig szeretném Attilának átadni a szót, ugyanis épp egy képzés van, most egy hétvége van, egy szombati nap, ahol a spirituális erőktan a 6-os fokozatán vagyunk, és Attila megosztotta velünk itt a képzésen az élményeket, és úgy gondoltam, hogy ennyire csodálatos és megkapó élményei vannak, hogy hogyha már terveztük ezt a videót, akkor adjunk lehetőséget Attilának, hogy elmondja itt a nagy közönségnek, hiszen azt gondolom, hogy nagyon motiváló az ő sikerei, mert te is képes vagy arra, te is képes vagy ilyeneket elérni, amit Attila ért, úgyhogy át is adom neki a szót. Ja, köszönöm szépen, Vadász Attila vagyok, lelkes rajongója vagyok a spirituális erőktanának. Most a 6. fokozatot végezzük. Egy pár szót mondanék az 5. fokozattal kapcsolatban. Igazából nekem ott kezdett kialakulni az igazi élményeim. Lelkesen csináltam otthon a gyakorlatokat, és akkor ezt osztanám meg veletek, hogy volt elemtömörítés a saját testünkben. Ezt a solar plexuson keresztül bújtam ki a térben, ahol lakom. És ugye, mivel hogy 4 elemet használjuk, ugye mind a 4 elemet kipróbáltam egyesével, ugye nem egyszerre, és meglepő tapasztalataim voltak, főleg a vízelemnél, mert érdekelt az, hogy lehet hűteni, meg fűteni a szobát, és a vízelemnél nagyon szépen be tudtam légkondizni az egész szobámat úgy, hogy még a szomszéd is észrevette, aki átjött és mondta, hogy milyen jó hűvös van itt a szobában. Megcsináltam a többi elemmel is, a levegő elemmel, ott meg azt vettem észre, hogy a padlón meg a szőnyegen lévő por elkezdett fölfelé szállni, amit a napfényben lehetett jól látni, így hát elővettem a porszívót és porszívóztam egyet, és elkövettem egy másik hibát, hogy nem harmonizáltam magamban az elemeket, így hát elég kellemetlen élményem volt a levegő, nem a levegő, hanem a víz terítése után, mert az, hogy vízelem került a szervezetemben, így teljesen felgyorsult az anyagcserém. Hát többször mentem vécére, mint kellett volna. De mivel hogy ezt megtapasztaltam az életemben, ezért ajánlom nektek, hogy minden ilyen elemtelítésnél csináljátok meg a 4 elem harmonizációt utána. Akkor fölvettem az 5-ös tanfolyamon szellemi vezetőmmel a kapcsolatot. Ez már az első alkalommal is sikerült nekem, mikor itt voltam a tanfolyamon, de egyre többször meglátogatott, beszélt hozzám, tanácsokkal látott el, még olyan tanácsokra, amire nem is tudtam, hogy az tanács, csak az később derült ki. Tehát elég kommunikatívan segítette ezt a kapcsolatot, amire szerintem már régebben is volt rá példa, csak nem voltam rá elég tudatos. Tehát nekem az 5-ös fokozat ilyen téren elég sokat adott, és ugye itt vagyok most a 6-os fokozaton, és csináljuk a gyakorlatokat, ahogy István mondja, és itt is volt egy egész érdekes feladat, hogy egy életrészletet, mondjuk olyan 4-5 másodpercben meg kellett nézni, én legalábbis úgy csináltam, hogy belassítottam a gondolatban azt az időintervallumot, ami egy esemény volt, és hogy megnéztük, hogy milyen elemek mozognak benne, és hogy mennyi mindent meg tudunk csinálni, és nem is gondolunk rá, hogy hogyan működik ez a dolog. Hát én konkrétan a hűtőben való multivitamint szerettem volna meginni, és hogy teljes mértékben minden mozdulatnál meg tudtam nézni, hogy melyik elem az, ami mozgat engem, hogy én szomjas vagyok, hogy ki kell nyitnom a hűtőajtaját, hogy az is milyen elemhez csatlakozik, akkor az, hogy megnézem például, hogy van-e még egyáltalán abban az üdítőitalos dobozban még innivaló, tehát hogy amíg az ember fölemeli, megfogja, megpróbálja szomját oltani, hogy mennyi minden gondol ilyenkor az ember, és hogy mennyi minden történik, amire nem is gondolná az ember, ha nem figyel ilyen tudatosan rá. Tehát ez is egy érdekes történet volt, és izgalmas volt megtapasztalni. Akkor mennék tovább ugye az éterterítés. Hát ez nekem egy fantasztikus élmény volt, amikor a saját érhálózatunkban az éteranyagot beinvokáljuk, és beszívjuk
tüdőn vagy póluson keresztül, hát érdekes. Ez is egy olyan élmény volt, amit még soha nem tapasztaltam, így melegség járta át a testemet, és érdekes volt látni is ezt így belülről, mert ugyanis belehelyezkedtem a súlypontomban, ahol láttam belülről önmagam, és láttam a szerveimet és az érhálózatomat, ahogy végig áramlik bennem ez az éteri erő, ami amúgy is bennem volt, csak nem voltam tudatos rá. De érdekes volt, és egy ilyen kellemes bizselgés érzést okozott. Itt-ott fájdalmakat éreztem, szúrásokat, és inkább nekem mondjuk könnyen ment ez, de az elengedés már egy picit nehezebb volt, de szerintem ezzel sem volt probléma, és nagyon élvezem ezt a fokozatot is, és egyre új információk jönnek be, érkeznek meg hozzám, és alkalmazom, ahogy tudom. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Ugye mind a kettőjük nagyon sokat dolgozik magán, és azt javaslom, hogy te is tedd, hiszen hogyha szeretnél adósságból bőségbe menni, akkor ki kell venni magadból azokat a negatív jellemvonásokat, amik kiváltják ezt, ki kell venni azokat a korlátozó hitrendszereket, ami nem engedi, hogy te átbillenjél egyik oldalról a másikra, és növelni kell a teremtő erődet, amivel akaraterőből képes vagy egy másik életet létrehozni magadnak. Ezek nem nehéz feladatok, bárki képes megcsinálni, csak az idejét kell beletenni, és most szeptember 16-án újraindul a spirituális erőktana képzés, ahova várlak szeretettel. Hogyha szeretnél jelentkezni, akkor küldjél nekem egy e-mailt az istvan.domeny@gmail.com-ra, küldj el a neved, telefonszámodat, címedet, és várlak szeretettel személyesen itt Jászorsószentgyörgyön, vagy pedig online. Köszönjük szépen, hogy meghallgattál. Szia!